Megjelent a tanévrendjéről szóló jogszabály, mely mindenkinek segíthet abban, hogy mikre érdemes odafigyelni, amikor például egy hosszú hétvégét terveznek a családdal, vagy mikorra kell esetleg intézni a gyerekfelügyeletet. A keretet a tanév kezdetének és végének dátumai adják. Idén a tanév csütörtöktől csütörtökig tart, de közte eltelik azért jó pár hónap. A tanév első tanítási napja szeptember 1-én csütörtökön lesz, az utolsó pedig június 15 i esik, ami szintén egy csütörtöki nap lesz. Az első fél év 2023. január 20 ig tart majd. A gyerekek ezt követően kapják készhez a fél évi bizonyítványukat. A végzős középiskolások kicsit előbb már 2023. május 4-én befejezik a tanévet, mivel a tavaszi érettségik írásbelieit május 5 -e és 26-a között tartják. Az emelt szintű szóbelik június 7 -e és 14-e között, a középszintű szóbelik pedig június 19-e és 30-a között lesznek. Az őszi szünet október 29-től november 6-áig tart majd, másnap november 7-én kell először iskolába menni újra. A téli szünetet december 22-től 2023. január 2-ig töltik otthon a gyerekek, azaz január 3-án kell először iskolába menni karácsony és szilveszter után. A tavaszi szünet április 4 -e és 11-e között lesz. Másnap 12-én, ami egy szerdai nap lesz, kell majd újra elővenni az iskolatáskákat. Ami még idén fontos tudnivaló a középiskolásoknak. 2022. október 14-e és 27-e között lesznek az őszi érettségik írásbeliei. A szóbelik emelt szinten november 10-e és 14-e között, középszinten pedig november 21-e és 25-e között lesznek. Fontos tudni való továbbá az általános iskolásoknak. A felvételire ez év december másodikáig lehet jelentkezni, majd 2023. január 21-én lesznek a központi írásbeli felvételi vizsgák. A pót felvételi január 31-én lesz. A szóbeliket február 27-e és március 14-e között tartják meg. Ebben a tanévben is lesznek témahetek. Ahogy a korábbi években, úgy most is lesz pár tematikus nap, hét az iskolában. Ezekre akár együtt is készülhet a család, vagy pont, hogy más dolgokat taníthatnak meg otthon, ha az iskolában úgy is kipipálják ezeket. A Magyar Diák Sportnapja 2022. szeptember 30-án lesz. A Pénz 7 pénzügyi és vállalkozói témahét. 2023. március 6. és 10. -a között, a digitális témahét március 27. és 31. -a között, a fenntarthatósági téma pedig április 24. és 28. között lesz.